Föld a világegyetem szintere. A világegyetem szintere című film a biblikus történet arról, hogy hogyan jött létre világunk, hogyan tört be a bűn, és Isten gyönyörű alkotása hogyan vált káosszá. A képek Lorenzo Giglieri festményei nyomán készültek. Ki vagyok én? Ki hozott engem ide? Honnan származom? Hol leszek egykor? Életemnek mi a célja, és mi a végzetem? Csak tudni akarom, érdemes-e élni? Van-e remény? Igen, jogosak-e kérdések? Az ember létezése bizonytalanná vált. Élelem hiány, éhség, energia hiány, levegő, víz és vegetáció szennyeződése, a föld lakóinak robbanásszerű növekedése, sokszor magányosság, szegénység, nyomorult betegség, fájdalom, tanácstalanság, keserűség, elhagyatottság, növekvő bűncselekmények, rablások, gyilkosságok, nemzeti viszályok miatt való félelem képezik napjaink állandó problémáit, és az ember csak úgy képes ezen bonyolult problémákat utóhatás nélkül elviselni, ha bizonyosság van a halál kritériuma felől és hovatartozandósága felől. Lelki nyugalmukat sokan nem találják meg, és különböző élvezeti cikkekben, egészségromboló, sokszor öngyilkosságot kiváltó kábítószerekben, alkohol élvezetében, dohányzásban, erkölcstelenségben, paráznosságban, szeretet nélküli szexuális életben keresnek kiutat, de egy rövid ideig tartó kábulat után egy tátongó üresség lepi meg őket, majd ebből az állapotból való felébredés egy még szomorúbb állapotot idéz elő. És az élet vagy mély unalommá válik, vagy ijesztően bonyolult forgószéllé, és a feszültség egyre inkább elviselhetetlenebb. Gondolatunkban egyre többször visszatér a kérdés. Mi az igazság? Teremtés vagy evolúció? Vajon mit rejt a jövő? Van-e élet a halálon túl? Emberiség rég elkezdte és megpróbálta ezen állandó problémák megoldását. Szent helyek, kápolnák és templomok ezrei emlékeztetnek az ember erőfeszítéseire, hogy megtalálja életének értelmét, és keresi azt még túlvilági lényekkel való kapcsolatok által is. Sokan babonaságban, jósnők szobáiban, asztrológusok asztalánál, horoszkópokban, mágikus erőkben, talizmánokban, szerencsét hozó tárgyakban, amikbe ős ellenségünk az ördög csalásait ültette. Bizonytalanság, félelem lesz úrrá rajtunk, mintha egy fék nélkül, vezető nélküli lejtőn lefelé száguldó vonatban ülnénk, amely már is túl gyorsan robog ahhoz, hogy kiszállhatnánk. Rémültségünkben felkiáltunk, senki sem törődik velünk, senki sem segít, hát hol van az Isten? Az emberiségnek mindig volt egy jó barátja, aki szerette őket már létezésük kezdetétől. Velük élt, járt velük, tanácsolta, oktatta őket, és együtt szenvedett velük, s életük folyamán végtelen szeretetét kimutatta nékik. Isten az, aki hív és vár ránk, hogy végtelen szeretetével átölelhessen. Mindeddig melletted voltam, gyermekem. Csak azt vártam, hogy felém fordulj. Nem a természet véletlen szüleménye vagy te, nem kémiai vagy filozófiai evolúció eredménye. Te az isteni tervnek egy része vagy. Nem hagytalak magadra, hogy céltalanul bolyongj a sötétségben, hogy egyedül kutass egy kielégítő élet után. Értékes vagy te, hiszen én adtam néked elmét, hogy érvelj, hogy dolgokat kiértékelj, és választást tégy. Csak nézz rám, és megtalálod életed igazi magyarázatát. Én vagyok az, aki téged választottalak, akinek gondolatában te megfogantál. Utasítást is adtam néked ígémben, ami alapul szolgál, hogy helyes választást tégy, hogy értelmes döntést hoz, hogy szíved legmélyebb vágyai is teljesüljenek. Én vagyok az út, az igazság és az élet,
Mind, aki engem választ, nem csak békét és nyugalmat talál, hanem biztonságot, megelégedést és oly jövőt, ami csodásabb, mint amit emberi elme felfoghatna, vagy álmodni merne. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Én vagyok a hajnal, a világ világossága. Aki velem jár, nem jár sötétségben, megérti a titkot. Isten végtelen szeretetét, megmentő hatalmát. Belőlem tört elő a legelső fénysugár, szavam erejéből anyag keletkezett. Nem évmilliókra volt szükség, csak egyetlen szóra, hogy legyen. Kezdetben Isten. Nevének említése némelyeknek csak átok, másoknak tiszteletteljes hódolat, ismét másoknak félelem, szigor, vagy azonnali ítéletet jelent. Milyen is az Isten? Olyan ő, mint a legkedvesebb, legjobb, legbölcsebb édesapa, aki valaha is létezett. Törődik gyermekeivel, nem uralkodó, mindig hozzáférhető, mindig meghallgat. De ő ennél is több, végtelenül több, összehasonlíthatatlanul több. Trónusától fény, erő, hatalom sugároz, örök törvény, megmásíthatatlan igazság, szeretet. A legkisebb atomban ugyanúgy, mint a tejútrendszerek sokaságaiban, végtelen pontosságú, ismert és ismeretlen fizikai törvények uralkodnak. A teremtett anyag felfoghatatlan mennyiségű energiát rejt, és ezen láthatatlan, parányi, de töménytelen mennyiségű atom vagy energiarészecske láncszerűen fűződik egybe, más-más anyagokat képezve az isteni törvények alapján. Jöjj velem képzeletben, elhagyva a billió tündöklő napot, megszámlálhatatlan tejútrendszereket, pulzárokat, novákat és szupernovákat a világegyetem leírhatatlanul legszebb helyére. Melódia tölti be a léget. Örökké valóság öröm harmóniájának csodálatos kiáradása, mely az emberi képzeletet felülmúlja. A csillagok kijelölt pályájukon nagy rendben és pontossággal haladnak. Egy ilyen pompás rendszerbe lett az élet megteremtve, mint valami felfoghatatlan csoda. A világok kezdenek benépesedni.
A bolygók között különös képességekkel bíró magasrendű lények közlekednek, mint hírvívők, az isteni céloknak, terveknek és elhatározásoknak végrehajtói. Határtalan képességeik vannak, gyorsaságok leírhatatlan, képesek más alakot ölteni, így Isten kormányzatának mozgató rúgóivá váltak. Zenei tehetségük örömmel látott vendégekké, nagyra becsült követekké teszi őket az egész világegyetemben. Nos, kövessük az angyali seregek egyikét, amint a fényben ides tova haladnak. Oly közel hatolunk a fényhez, amennyire a számunkra csak lehetséges. Isten szent lelke tölt be, és Isten igazságának fénygyűrűje övesz körül bennünket. Belépünk a fénybe. Körös körül ragyogó dicsőség, végtelen öröm és béke. A fényben van az Atya, a Fiú és a Szentlélek, tökéletes, örökkévaló és önmagától létező. Ők hárman egy tökéletes világegyetemet hoztak létre, tökéletes törvényekre alapozva. A szeretet, az élet, a boldogság és a szolgálat törvényére, amely tökéletesen kinyilvánítja Isten jellemét, ami a szeretet. A szeretet fogalom. Csak akkor fogható fel, ha kifejezésre jut. Ezért határozta el Isten a teremtést. Mint a házastársak gyermekeket akart, szabad akarattal rendelkező lényeket kíván teremteni, akik megértik önzetlen szeretetének elveit, lényeket, akik szeretni fogják őt, az Isten által irántuk tanúsított szeretet természetes viszonzásául, akik ezt mondják. Igen, akarom dicséretedet zengeni, hiszen te adtál nékem életet, mozgást és gondolatot. Te adtál hangot, amivel énekelhetek, nem hallgathatok tehát. Teremtmények folyton szemlélhették az Isten teremtésének eredményét, de ők maguk sohasem vehettek részt abban. Míg az angyalok fejedelmét, Lucifert is folyton ámulatban tartotta Isten végtelen teremtői csodája. Igen, Lucifer volt a hajnal fia, minden teremtménynek fölötte állt. Hatalmas bölcsességgel, nagy intelligenciával rendelkező angyalfejedelem volt, és az angyalok munkáját irányította. A Biblia így ír róla. Fényes csillag, hajnal fia, te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Fethetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, amelyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Az Atya összehívta a mennyei seregeket, és tudatta velük azt a rendeletét, hogy fia egy vele. Bárhol jelenik meg a fiú, úgy kell tekinteni, mintha ő jelenne meg. A fiú szavának ugyanúgy kell engedelmeskedni, mint az Atya szavának. Fia együtt fog munkálkodni vele, ő fogja véghez vinni az Atya akaratát és célját, de semmit sem tesz önmagától, hanem az Atya akarata fog teljesedni ő benne. És a teremtés munkája tovább folytatódott. A Szent Háromság egy új világ teremtéséről tanácskozott, mégpedig, hogy embert teremtenek a saját képmásukra. Az angyalok mindig várakozással tekintettek a teremtési események felé. Érdeklődő kíváncsiság töltötte be a menny udvarát, de most az angyal fejedelem Lucifer furcsán hallgatott. Embert Isten képmására? Tűnődött. Mit jelenthet ez? Vajon az ember veszélyeztethetné pozícióját? Lucifer saját maga is szeretett volna a teremtésben részt venni, és hogy helye legyen a főtanácsban. De az Atya megértette vele, hogy egyedül a fiú lehet ebben a főtanácsban. A fiú, aki örökké létezett.
De Lucifer csak bosszankodott, hogy miért kell néki imádattal meghajolni a fiú előtt. Irigy és féltékeny lett a fiúra, de egy ideig még leplezte lényét. Amikor az angyalok meghajoltak Jézus előtt, Lucifer is elismerte felsőbbségét, tekintélyét és jogos hatalmát, ő is meghajolt velük, de szíve telve volt irigységgel és gyűlölettel. Megkérdőjelezte Isten szándékait, ítéletét, hatalmát, szeretetét, törvényeit, a szolgálati kapcsolatnak törvénye szemében szükségtelennek tűnt, hiszen ő az angyal fejedelem, végtelen bölcs, tud ő Istentől függetlenül is élni, hisz Isten is lehetne. Alattvalóinak nagyobb szabadságot adna, magasabb pozíciót. Ravasz módon közeledett az angyalokhoz, bizalmatlanságot ébresztett bennük, s így elégedetlenség, boldogtalanság lett úrrá rajtuk. Isten eltörölhette volna azonnal a lázadót, de hogyan tehetne ilyent? Hiszen teremtményeinek szabad akaratot adott, és tiszteletben is tartotta ezt a szabadságot. Ha megöli Isten őt, akkor ez a bizalmi krízis az angyalok között örökké fennállt volna. Nem tudták volna eldönteni, kinek van igaza, Lucifernek-e vagy Istennek, és az egész világ félt volna Istentől, ahelyett, hogy szerette volna őt. Lucifer oly kérdéseket tárt a világegyetem elé, amelyeket nem lehetett egy könnyen megválaszolni. Vágyai mély benyomással hatottak alattvalóira. Vádolta Istent, hogy zsarnok, és igazságtalanul büntet, törvénye túl szigorú. Bírálta Istent, hogy képtelen szeretni, csak uralkodik, képtelen szolgálni, holott másoktól szolgálatot vár el. Ha valaki vétkezik, megöli, nem tud megbocsátani. Így módon Lucifer lelki válságot idézett elő a világ mindenségben, hogy elidegenítse Istentől az el nem bukott világok lakóit. Azt remélte, hogy a világegyetem lakóinak többsége ő mellé áll, és végül Isten részt ad neki a világegyetem kormányzásában. És Isten kénytelen belépni egy hosszú, borzalmas drámai küzdelembe, amilyen még nem volt soha, és nem is lesz többé. E küzdelemben Sátán a vádoló, és Isten a vádlott. Lucifer terve készen volt, hogy a belerokon szenvező angyalokkal átformálja Isten kormányzatát. Zavargások, titkos lázadások a mennyben. Hogyan fog végződni? Az egész menny megmozdult. Az angyalok csoportokba tömörültek. Lucifer támadásra indult. Viaskodás tört ki a mennyben. Lucifer és angyalai a trónért harcoltak a fiúisten és a hűséges angyalok ellen. Hosszátok meg trónjától, kiáltotta. Pusztítsátok el Istent, majd én adok néktek igazi szabadságot. Amikor az Isten kormányzása elleni lázadás oly elviselhetetlenné vált, hogy zavarta a közeli és távoli világok közötti érintkezést, amikor Lucifer és társai vádaskodásai veszélyeztették a teremtett lények millióit, akkor, hogy a menny kormányzatának békéjét megőrizzék, szükségessé vált, hogy Lucifert és szövetségeseit, az angyalok egyharmad részét kivessék a mennyből. Mégis Isten nagy szeretetéből kifolyólag megengedte Lucifernek, hogy uralkodásának elveit bemutassa. Tehát továbbra is életben hagyja, míg az egész világegyetem világosan meglátja, hogy Lucifer elvei a világot káoszba és zűrzavarba döntenék, és elpusztítanák azt. Haragra gerjedve, hogy az események így alakultak, rádöbbenve, hogy visszatérnie már túl késő, arra törekedett, hogy az el nem bogott világok lakóit saját oldalára állítsa. Helye nem találtatott többé a mennyben. Ézsaiás így ír róla. Miként estél le az égből, Lucifer, fényes csillag, hajnal fia? Azt mondtad, Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és hasonló leszek a magasságoshoz. Ezékiel is szól róla. Szíved felpuvalkodott szépséged miatt, belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkezél. Kétségbeesésében kivetetése miatt Sátán most figyelmét Isten és fia munkája felé fordította, akik készen állottak arra, hogy az ember teremtését véghez vigyék. Angyalok ezrei gyülekeztek ezen eseményre. A nagy mélység felett Isten teremtő szava hangzott. Legyen világosság, és lőn világosság.
Fény áradt el ott, ahol eddig sötétség uralkodott. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől, és nevezi a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának. És lett este, és lett reggel. Így történt az első nap. A következő napokon Isten más dolgok teremtésén munkálkodott. Létrehozta az élet feltételeit, levegőeget alkotott, elválasztotta a mennyezet felett való vizeket a mennyezet alatt való vizektől, és száraz földet készített. És most, hogyan mutassa ki szeretetét a születendő embernek? Isten csodálatos szeretete nyilvánult meg teremtésének gazdagságában. Tengerek és tavak keletkeztek, s folyók szelték át a földet, és vízesések díszítették pompájában elbűvölő új bolygót, a földet. Mindig új és új dolgok jelentek meg, rubinok, gyémántok, topázok, krizolinok és mindenféle drága kövek. Kősziklák húzódnak a felület alatt, mint a föld csontjai. A föld rendkívül szép volt, amikor a teremtő kezéből kikerült. A dombokat, hegyeket és síkságokat gyönyörű növények és virágok ékesítették. Indák, bokrok és ágak gazdagon ontották gyümölcseiket, gyönyörű színek és tündöklő napsugarai és melege kápráztatta az új bolygó lakósait. A madarakat, melyek az ötödik nap teremtői csodája közé tartoznak, hogy öröménekükkel töltsék be a léget, és tollaikkal ékesítsék azt. Istenünk mindenről gondoskodott, bőséges eledellel látta el őket, dús gazdagon terítette meg földünk asztalát, finomabbnál finomabb incsiklandozó ízű és illatú gyümölcsökkel és magvakkal. Kicsiny fűszálak, óriási bolygók, nap és a hold mind-mind teremtőjükről tettek bizonyságot, mint egy énekkel. Majd a mező vadai jöttek létre a hatodik napon az alkotó szavára, különböző színekben, alakban és fajokban, visszatükrözve a teremtő bölcsességét, hatalmát és nagyságát. Legkisebb állatától a préri csodájáig a föld benépesítése csak nem be volt fejezve, amikor a teremtés koronája az ember megszületett. Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hangzott az Isten szava, és a Szent Háromságnak egy csodálatos egységek tükröződik vissza az emberben. Isten fia föld porából formálta az alakot, az övéhez hasonlót, Istentől bölcsességet kapott, és a Szentlélektől nemes érzésvilágot és lelki ismeretet, úgyhogy még az Istenség jellemét és természetét is visszatükrözze. Isten életet lehelt belé, és így lett az ember élő léletté. Azután az asszony került ki Isten kezéből, mint segítőtárs. Csodálatos, szép, tökéletes alakú, a gyengétség megtestesítője, egy igazi remek mű. Az emberpár testét akárcsak az angyalokét, mint saját igazságuknak szimbóluma, a fény és dicsőség ruhája övezte. Isten a saját erejének egy részéből adott az embernek, bölcsességet, intelligenciát, ítélőképességet, tudást, hogy gondolkozását akarata szerint felhasználhassa, hogy a különböző lehetőségeket mérlegelhesse, de mégis szabad akaratot, hogy határozatokat hozzon saját választása szerint. Ádám rögtön fel is használta ezt, és neveket adott az állatoknak. Olyan lények voltak ők, akik képesek voltak arra, hogy a föld jövő terveiben Istennel együtt munkálkodjanak. Az embernek átadta saját hatalmának egy részét, a teremtésnek azt a formáját, hogy szeretet kapcsolat által utódokat hozzanak a világra, és a föld beteljen Isten tisztelőivel. Képességeket adott nékik, hogy megértsék az ok és az okozat összefüggéseit, feltaláljanak új dolgokat, mérlegeljenek körülményeket, és döntsenek adott helyzetekben. Erre meg is tanította őket, és ők szívesen hallgatták a tanítást, midőn a teremtő alkonyatkor meglátogatta őket. Ádám és Éva élvezte az újonnan teremtett világ szépségeit. Egy igazi boldog életet éltek. A kert, az állatok és a föld feletti felelősség egy kielégítő érzést ajándékozott.
Isten iránti hűségük mutatkozott meg abban, hogy ezt a felelősséget elfogadták. Lucifer hűtlen lett, megtagadta a szolgálatot, Ádám azonban hűséges és engedelmes volt. Boldog volt abban a tevékenységben, amelyet Isten szerzett néki. Éváról, Ádám segítőtársáról is az öröm és megelégedettség sugárzott. Korlátlan uralmat kaptak minden élőlény felett. Felismerték a teremtés rendjét és harmóniáját, amely végtelen bölcsességről és tudásról beszélt nékik, és szívüket mélységes szeretettel töltötte el, és teremtőjük iránti hála és tisztelet szavait fakasztotta ajkukon. Látta Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó, mikor pedig elvégzi Isten az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, és megállja Isten a hetedik napot, és megszenteli azt. Így lett a szombat földünk születésnapja, egy emlékünnep, hogy az ember soha ne feledje az élet adományozóját. Isten célja a szombattal az volt, hogy az ember ezt a napot különösen néki szentelje. Őt imádja, őt dicsérje, vele társalogjon. Az ember iránti szeretetének egy különleges ajándéka ez. Isten csodálatos áldást ígért e napra. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem üzött kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Habár mindaz, amit Isten teremtett, tökéletes volt, és semmi sem hiányzott az általa alkotott földön, mégis szeretetét azzal is kimutatta, hogy külön egy kertet ültetett nékik, és az Édenkert vált az ő csodaszép otthonukká, ahol Isten gyakran meglátogatta őket, élvezte az eszmecserét az érdeklődő és kíváncsiskodó emberi elmével. A kert közepén az életfája állott, amelynek szépsége minden fát felülmúlt, és gyümölcse a halhatatlanságot biztosította számukra. A fiúisten újjongott teremtett fiainak. Ártatlan tiszta ruhájuk a bennük lakozó Szentlélek fénygyűrűje volt. Isten védte boldogságukat azzal, hogy a gonoszság minden ismeretét távol tartotta tőlük. Minden gondolatuk Isten gondolatával összhangban volt, ugyanakkor szabad akarattal rendelkező lények voltak. Lucifer tervéből az új bolygó, a Föld sem maradt ki. Elhatározta, hogy az embert saját ügyének megnyeri, Isten ellenségévé teszi. Isten lehetőséget biztosított a választásra azáltal, hogy egy fát helyezett a kert közepébe, a jó és a gonosz tudásának fáját. Lucifer csak ezen a fán keresztül közelíthette meg az embert. Isten figyelmeztette őket, hogy ha érintik, vagy esznek a fa gyümölcséből, annak halál lesz a következménye. Ismertette Lucifer lázadását és elhatározását, hogy az embert elbuktassa. Sátán engedélyt kapott, hogy megkísértse őket. Hűségüket és engedelmességüket abban kellett megmutatniuk, hogy a jó és gonosz tudásának fájáról nem esznek, hanem a tanítást egyedül Istentől veszik. Figyelmeztették őket, hogy szigorúan kövessék az utasítást a fát illetően, mert tökéletes engedelmesség esetén biztonságban vannak, akkor az elbukott ellenségnek nincsen hatalma rajtuk. Évának azt tanácsolta, hogy foglalatosságában ne távolodjék el Ádámtól, mert egymástól elkülönülve nagyobb veszélyben lennének. Sátán az elbűvölő szépségű levegőben szálló kígyó alakjában jött az Édenbe. Letelepedett a tudás fájára, és enni kezdte annak gyümölcsét. Éva kíváncsi csodálkozással merett a tiltott fa gyümölcsére. Elérkezett Sátán ideje, savaszul megszólította őt. Valóban azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És Éva ahelyett, hogy elmenekült volna a helyről, figyelt a kígyó szavaira, eszébe se vette, hogy az ellenség használja fel a kígyót médiumként. Sátán beszélt, nem a kígyó. Azt mondta, hogy ha esznek a tiltott fáról, egy új és nemesebb ismeretnek jutnak birtokába. Ez volt az ő különös csalása, amelyel bukása óta arra bírta az embereket, hogy fürkészék ki a mindenható titkait, és ne legyenek megelégedve azzal, amit kinyilatkoztatott. Sátán merészen azt állította, hogy Isten megcsalta őket, nehogy ő vele egyenlő ismeretre tegyenek szert. Éva így válaszolt. A kertfájnak gyümölcseiből lehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, hogy meg ne halljatok. Isten így szólt, ha esztek, bizonnyal meghaltok. Sátán azonban ezt mondta, ha esztek, bizony nem haltok meg. És ez a hazugság ma is terjed a különböző egyházak tanításaiban. Vajon mi kinek hiszünk? És látta Éva, hogy kívánatos az a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből és evett.
Éva mihelyt engedetlen lett, egy hatalmas eszköz volt csupán férjének elbuktatására. Ádám elszomorodott. Tudta, hogy Évának meg kell halnia. Lelkében nagy küzdelem indult. Bánkodott, hogy meg kell válni attól, akinek társaságát annyira megszerette. Hogyan tudná ezt elviselni? Végső elkeseredésében elhatározta, hogy szembenéz a körülményekkel, és osztozik Éva sorsában, és ő is evett. Az ember bukásának híre gyorsan elterjedt a mennyben. Az egész menny nagy izgalomban volt. Az angyalok bánkódtak, hogy Ádám családjának meg kell halnia. Isten három megoldás között választhatott. Vagy eltörli az embert, ezt remélte Sátán, hisz azzal vádolta Istent, hogy kegyetlen, aki vétkezik, azt megöli. A másik lehetőség, hogy felfüggeszti törvényét, és ezzel megszünteti a bűnt. De egy világ mindenség törvények nélkül teljes anarchiát jelentett volna. A harmadik megoldás az volt, hogy megbocsát, és új alkalmat ad az embernek a választásra, és ő maga fizeti meg a büntetést, a második halált. Isten az ember iránti nagy szeretetéből az utolsó megoldást választotta, és a döntés azonnal hatályba lépett. A fiú kész volt feladni trónját, és zálog lett az emberiségért. De Isten, aki egyedül a halhatatlanság, nem halhatott meg, ezért előbb emberré kellett válnia, hogy letehesse érettünk életét. Az atya pedig úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ádám és Éva észrevette mezítelenségét, a lelki halált, ami a fizikai halált előzte meg. Megrémültek, amint Isten hívó szavát hallották a kertben. Futottak, próbálták elrejteni mezítelenségüket, s azután a mentegetőzés, egymás hibáztatása kezdődött. Éva így szólt. A kígyó ámított el engem, és úgy ettem. És az Úr átkot mondott rá. Felettéb igen megsokasítom viselőséget fájdalmait. Fájdalommal szűz magzatokat. Majd a kígyóhoz fordult. Mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és mezeivat között. Aztán Ádámhoz fordult. Mivel, hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Orcád verítékével egyet kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Isten megátkozta a földet bűneik miatt, mivel hogy ettek a tiltott fáról, de mégsem vádolta őket, hanem szeretettel elmondta nékik a tervet, amely akkor érvénybe lépett, amely által megszabadulhatnak a bűnvádtól, és teljes bocsánatot nyerhetnek, feltételes amnestiát. A feltétel az lesz, hogy elvesztett igazságuk helyett fogadják el Isten fiának igazságát, hitáltal, és így Isten visszafogadja őket családjába. Elmondta, hogy az ember nem tudja önmagát megváltani, természete megromlott, meggyengült a bűnismerete miatt. Ekkor Sátánhoz fordult, és ő szüleink hallatára egy jövendőlést mondott, ami már saját halálára utalt. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az néked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. És ekkor az ő halálának és igazságának színjátékát, vagy ányszolgálatát be is mutatta. Két bárányt vezetett elő, és valami szörnyű dolgot tett. Elvágta a torkukat, és a két bárány elvérzett az Úr lábai előtt. Ádám és Éva megremegett. Mit jelenthet ez? Ez a halál, ezt érdemlitek. Minket is megölsz, mint ezeket a bárányokat? Nem, én nem tudom azt megtenni. Én nagyon szeretlek titeket. Én elhatároztam, hogyha ti ellenem lázadtok, én elhagyom trónomat, és ember leszek, mint te, Ádám. Megszületek egy asszonytól, mint te vagy, Éva. Ezen a földön fogok élni, ahol az én ellenségem az ördög él. Ide fogok jönni. Ő állandóan kísérteni fog engem, de én soha nem fogok vétkezni. És ha bebizonyítottam, hogy képes az ember Isten törvénye szerint élni, akkor majd én a büntetést, amit ti és gyermekeitek érdemelnek, magamra veszem, és felviszem a keresztre. Majd levette róluk Isten az önigazságukat jelképező fügefa leveleket,
és a megölt bárány bőréből készült ruhába öltöztette őket, amely Isten igazságát jelképezte. Midőn Ádámnak ezt az áldozati szertartást végeznie kellett, úgy tűnt fel előtte, mintha saját kezével oltaná ki Isten fiának életét. Ez volt a legkínosabb szertartás Ádám számára, mert tudta, hogy ha álhatatos maradt volna Istenhez, és hű maradt volna törvényéhez, akkor nem halt volna meg sem ember, sem állat. Mégis a bemutatott áldozatban, amely Isten fiának nagy és tökéletes áldozatára utalt, a reménység csillaga tűnt fel, hogy megvilágítsa a rettenetes sötét jövőt, és megszabadítsa a végső reménytelenségtől és romlástól. A báránynak eme ruháját, a Jézus Krisztusnak az igazságát kell elfogadni ma is az embernek, hogy az elveszített Édent visszaszerezhesse. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül. Kiűzte az embert édeni otthonából egy oly földre, amely átkozottá vált a megrontott törvény miatt, és csak akkor térhet majd vissza, ha a megváltás terve befejeződött. És e történések által vált földünk a világegyetem színterévé. A két főszereplő Krisztus és Sátán, a mellékszereplők pedig az emberek, vagy Krisztus oldalán, vagy Sátán oldalán. Éva első gyermekét várta, Kaint, és tűnődött. Vajon ő lesz az, a megváltó? Azután született Ábel. Ábel hálás és engedelmes szívvel mutatta be az áldozatot, de Kain így okoskodott. Bárányt áldozni? Értelmetlenség! Elismerem, hogy felelősséggel és hálával tartozom Istennek, hogy életet adott. Építek is oltárt, de nem úgy, ahogy ő parancsolja. Nem fogok bárányt áldozni, hanem az én munkám gyümölcsét fogom áldozatként bemutatni. Kain fellázadt Isten kifejezett kívánalmai ellen, és új vallást alkotott, az önigazoltság vallását, amely haraghoz, irítséghez, majd hűséges fivére Ábel meggyilkolásához vezetett. Krisztus igazsága helyett önigazság. Kain volt az első, aki saját cselekedete, saját elgondolása szerint akart igazzá lenni. Ami az élet e kezdeti szakaszában történt, mindig újra ismétlődik a történelemben. Az ártatlan szenved a gonosz kezétől. Istennek mindig volt egy néhány hűséges követője, de a hitetlenek milliói Kain útját követték. Ádám Ábel megölése után újra kapott egy fiat az Úrtól, Sétet. Sét leszármazottait Isten fiainak, Kain utódait pedig az emberek fiainak nevezték. De midőn az Isten fiai összekeveredtek az emberek leányaival, romlás következett be. Törvénytelenkedés, bujálkodás, bálványimádás és tobzódás által Sátán uralma alá kerültek. Sátán uralma érzékiséghez, az érzékiség önzéshez, az önzés erőszakossághoz vezette őket, míg a föld majdnem teljesen megromlott. Sokan semmibe vették Isten jellemét, és nem tisztelték parancsolatait. Az emberek gonossága oly nagyra nőtt, hogy Isten bánkodott azon, hogy ember teremtett a földre. Elhatározta, hogy eltörli az emberiséget. Lucifer újongott, hogy a megváltási terv csődbe jut. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Isten elmondta néki, hogy nem kegyelmez többi a megromlott emberiségnek, de mégsem akarja őket tudatlanságban hagyni szándéka felől. Kioktatta Noét, hogy figyelmeztesse a világot a közelgő pusztulásra. Noénak egy bárkát kellett építenie, ahol majd életét a többi istenfélő emberekkel együtt megmentheti. Isten lelke 120 évig küzdött Noé bizonyságtevése által az akkori generációval. Mindenkinek alkalmat adott arra, hogy bűnbánatot tartson és megtérjen. Noé prédikálásában azonban nem hittek. Noé beszéde csak mesének tűnt, tréfának, egy becsapott öregember furcsa képzelődésének. Kicsúfolták figyelmeztetéseit, és gúnyolták a szárazföldön álló hatalmas hajót. S ha bár látták Isten hatalmának ünnepélyes megnyilatkozását, amint az állatok bevonultak a bárkába, mégis folytatták tobzódásukat, miközben a bárka ajtaja bezáródott. 7 nap telt el a bárkában levők hitének megpróbálására. És azután először...
Fekete felhők gyülekeztek az égre. Mennydörgések és cikkázó villámlások kezdték megrettenteni az embereket, és a földön először eső kezdett esni. A mélységben és magasságban lévő vizek megindultak. Az emberek még soha ilyet nem láttak, szívük megtelt ijedelemmel, de Noé és családja a bárkán belül biztonságban volt. De hallaniuk kellett a sikoltásokat, kiáltásokat, könyörgéseket, dörömbölést, miközben a vihar hatalmassá nőtt, és a víz úgy ömlött az égből, mint valami vízesés. A folyók kitörtek medrükből, és a vizek a völgyekbe zúdultak. A nagy mélységek forrásai is feltörtek. A föld mélységéből erőteljes vízsugarak ragadták magukkal a hatalmas sziklákat, melyek félelmetes látvánnyal szana szétrepültek a levegőbe, míg minden szétszakadozott, és a föld egy romhalmazzá változott. Az emberek először szemlélhették saját munkájuk pusztulását. Ragyogó épületeiket, szépen elrendezett kertjeiket és ligeteiket, ahol bálványaikat elhelyezték, megsemmisítette az ár és az ég villámai. Ezeket utálta Isten, azért haragjában lerontotta őket, és szemeik előtt tudtukra adta, hogy ezek az undokságok és rettenetes bálvány áldozataik okozták pusztulásukat. Tomboló vihar és vízáradat félelemtől örjöngő embereket csodort magával, akik a bárka felé nyújtva kezüket bebocsátásért könyörögtek, de már túl késő volt. Akik nevetségnek vették Noé figyelmeztetését, most már túl késő volt megtérniük hitetlenségükből. Mások átkozódtak, s káromolták teremtőjüket a borzalmas pusztításért. A föld belsejéig megremegett, s bolygónk darabokra szakadt. A vizek elérték a legmagasabb helyeket is, és az emberek és állatok mind elvesztek a vízözön által. A bárka megőrzése a 40 napon és 40 éjen át tartó félelmetes vihar minden pillanatában a mindenható Isten hatalmának csodája volt. Jézus a vízözön története által tanítást ad napjainkra is. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban a megszokott módon folyt az élet, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, akképpen lesz Jézus Krisztus visszajövetele is. Egy új és egészen más világ fogadta Noét és családját, amikor 1 év és 10 nap után a bárkából kiléptek. Egyenetlen hegycsúcsok és mélyvölgyek, kietlen puszták, fagyott jégsapkák, trópusi paradicsomból egy vízmosta világ. Szivárvány tündökölt az égboltozaton, mint Isten szövetségének a jele, hogy soha ezután el nem vész a föld özönvíz által. Noé családjának egy részében azonban neheztelés támadt Isten iránt, még az ígéret szivárványának láttán is, amint visszaemlékeztek arra, hogy azelőtt mi volt. Noé azonban hálás volt, hogy ő és családja kegyelmet kapott és megmenekült, és hálaadással hajolt meg Isten előtt. Noé utódjaiban az istentelenség csak nem szűnt meg. Nimród, Noé dédunokája, a lázadók egy csoportját megtanította a harcművészetére. Rendkívüli ügyességgel forgatták fegyvereiket, amelyeket aztán nem csak vadászásra használtak fel. Harci tevékenységükre már a lovak ügyességét is felhasználták. Sátán folytatta művét Noé leszármazottaiban. Egyik részük követte Noé példáját, és engedelmeskedett Isten parancsolatainak, de sokan közülük olyanok voltak, mint Kain, istentelenek. Úgy okoskodtak, hogy ha Isten megint özönvizet fog bocsátani a földre, megvédik magukat, és hozzáfogtak a Bábel tornya építéséhez, ahová a víz nem érhet fel. Milyen ostoba is az ember! Ha az Úr azt mondja, hogy özönvizet bocsát, nem hisszük el! Ha megígéri, hogy nem hoz többet özönvizet, azt sem hisszük el. Tornyot építünk, önmegváltás, Kain vallása. A toronyban visszaállították az özönvíz előtti vallást, Kain vallását, ahol Isten imádását felcserélték a teremtett dolgok imádásával. Az igazak figyelmét is el akarták terelni Istenről, hogy mindenki egyesüljön velük a bálványimádásban, de Isten nem engedte meg nekik, hogy munkájukat befejezzék. Most nem vízözön bocsátott rájuk, hanem a nyelvek összezavarodását. Hirtelen nem értették meg egymást. Majd arra késztette a gondolatukat, hogy családok szerint szétváljanak és határokat húzzanak a különböző nemzetségek között. Így a bűn lassabban terjedhetett,
Ez volt az Isten terve. Így hát különböző nyelveken szólva, új nemzeteket alapítva szétszóródtak a világ minden tájára, de elvitték magukkal Bábel vallását, a bálványok és a napimádatát, amihez azután asztrológia, jövendőmondás és a pogány istenek előtti paráználkodás és a csillagképek imádata csatlakozott. Nimród halála után feleségének törvénytelen gyermekeiről azt állították, hogy a naptól fogantattak. A nap imádata korszakokon keresztül a legnagyobb tért hódított. Népszerűsége miatt a kereszténység körében sem volt nehéz elterjednie a Mitrász napisten kultusznak. A pogánytanokban sok hasonlóság rejlett. Például a keresztség egy különleges formában volt megtalálható, a lemészárolt bika friss vére szolgált erre a célra. Mitrászt, a napistent megváltóként is tisztelték, akinek születésnapját a nappalok hosszabbodásának kezdetekor december 25-én ünnepelték. Majd később a keresztények átvették, és Jézus születésnapjának titulálták. A hét első napjának ünneplése szintén innen ered. Vasárnap volt a napistennek tiszteletre méltó napja. Sajnos az ember könnyebben hajlik a sátán vallásához, mint hogy Isten parancsainak engedelmeskedne. Az éden kígyója ma is ravaszul működik, mikor az igaz hit helyett inkább a babonaság terjed. Szerencsét hozó szerek, erekiek, talizmánok, magnetikus varázsú nyakláncok egyre népszerűbbé válnak, amit ravasz üzletemberek arra használnak fel, hogy egyesek hiszékenységén meggazdagodjanak. Isten örökérvényű szava hatoljon a szívünkbe. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Egy magasra kifejlődött ördögi rendszerből, a Kádeában lévő úrvárosból hívta ki Isten Ábrahámot, hogy különüljön el bűnbe süllyedt környezetétől. Ábrahám megőrizte az élő Istenbe való hitét, Isten akaratának tanúsított alázatos engedelmesség, fethetetlenség, bőkezűség és vendégszeretet jellemezte. Az Úr megjelent Ábrahámnak, és közölte vele tervét, hogy nagy és hatalmas néppé lesz, és benne megáldottnak a föld összes nemzetségei. Az ő magvából származik a Messiás. Majd megjelentette nemzete további sorsát is, az Egyiptomban lévő hosszú rabszolgasságot. Az idős Ábrahámnak és feleségének Sárának gyermeket ígért. Az ígéret beváltása mindkettőjük nagy hit próbája volt. Az Úr ki akarta próbálni Ábrahám hitét és bizalmát, és egy ideig várt még az ígéret teljesítésével. De a hosszú várakozás alatt az idős pár türelme elfogyott, és saját kezükbe vették Isten ígéretének megvalósítását. Mivel Sárának nem lett gyermeke, úgy gondolták, hogy a szolgáló leánytól, Hágártól legyen nékik a megígért gyermek. A szolgáló leánytól született fiú, Izmael már felcseperedett, amikor jött az Úr megint és megismételte ígéretét. Kétség nélkül a te feleséged, Sára szülnéket fiat, és nevezd annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő benne örökké való szövetségül, és az ő magvával ő utána. Izsák megszületett. A nagy öröm, amit Ábrahám és Sára Izsák születése után kinyilvánított, nagyon féltékenyé tette Hágárt. Zavargások keletkeztek a családban Hágár és Sára között, valamint a két gyermek között. Hágár kevéi, kérkedő és fennhéjazó volt. Izmáelt arra tanította, hogy ő lesz az örökös, és Izmáel lenézte Izsákot, azt gondolva, hogy ő előbbre való nála. Ha Ábrahám és Sára bizakodva vártak volna az ígéret beteljesedésére, sok boldogtalanságot elkerülhettek volna. Bizalmatlanságukkal elindítottak egy testvérháborút, amely a mai napig sem fejeződött be. Sátán vádolja Ábrahámot az Úr előtt, de az Úr látja Ábrahám szívét, és hitét a legsúlyosabb próba alá veti. Be kell bizonyítani a sátán előtt, hogy igenis méltó arra, hogy őtől leszármazzon a Messiás. Az Úr megparancsolja Ábrahámnak. Vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, Izsákot, akit te szeretsz, és menj el Móriának hegyére, és áldozd meg nékem égő áldozatul. Ábrahám nem kételkedett többé, nem ingadozott, nem érvelt azzal, hogy hogyan fog akkor az ígéret Izsák által beteljesedni. Hitte, hogy Izsák az ígéret fia, és hitte, hogy Isten, aki fiút adott Sárának, feltámaszthatja őt még a halálból is.
Ha szemei előtt teljesen érthetetlennek látszott is Isten kívánalma, élete előző próbáiban megtanulta az Isten parancsa iránti tökéletes engedelmességet, és elindult arra a helyre, amelyet Isten mutatott néki. A 3 napig tartó út egy gondolkozási idő, egy roppant nagy megpróbáltatás volt az apa számára. Izsák út közben megszólal. Atyám, itt van a tűz és a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám isteni bölcsességgel felel. Fiam, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról. Majd odaértek a helyre, amit Isten kijelölt Ábrahámnak. Aztán oltárt építettek, felrakták a fát, és Ábrahám odafordulva fiához így szólt. Édes fiam, Isten egy nagyon szokatlan dolgot parancsolt nékem. Én nem tudom az okát, de nekem engedelmeskednem kell. Azt mondta, hogy én téged tegyelek fel az oltárra, és áldozzalak meg. Ó, mi mehetett végbe ennek a fiatalembernek a szívében? Ha Ábrahám nem lett volna olyan engedelmes, ha ez a fiatalember az apját olyan ingatagnak ismerte volna, hogy itt is egy kicsit áthágja a törvényt, meg ott is, ha nem tökéletesen szolgálta volna Istent, lett volna bizalma az apjához? Ó, nem, sőt, kiránthatta volna a kést az apja kezéből, és ő ölhette volna meg az apját. Az idős ember megölelte fiát, még egyszer megcsókolta, könnyek peregtek le arcán, szívéhez szorította őt, és ebben a pillanatban megcsillant a kés a napfényben, készen, hogy a gyermek szívébe hatoljon. De ekkor hirtelen egy hang csendült az égből. Ábrahám! Ábrahám! Ne árts a gyermeknek! Mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedvesztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. És Isten gondoskodott az áldozati bárányról, és egy közeli bokorban egy szarvánál megakadt bárányt pillantottak meg, amit azután megáldozhattak. 3 fontos dolgot akart közölni Isten ezzel a különös eseménnyel. Be akarta mutatni Ábrahámon keresztül, amit a mennyei atya tesz fiának odaadása által, és Izsák Jézus Krisztus szimbólumává vált, mert a fiú is alávetette magát a mennyei atya akaratának, és odaadta életét, mint bűnért való áldozatot érettünk. Ábrahámot a hívők példaképévé akarta tenni, akik minden időben szeretetből engedelmeskednek Isten parancsolatának. És 3. meg akarta Isten tudni, hogy Ábrahám fog-e néki engedelmeskedni. Így lett Ábrahám a hívők atyává, mert nincs faji különbség, mert ti mindnyájan egyek vagytok, Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusban való hitáltal, ha pedig Krisztusei vagytok, az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Majd újra elhangzott az ígéret. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Ezt az ígéretet megismételte Isten Izsáknak, és Izsák fiának Jákobnak. Lucifer most Jákobot vádolja az Úr előtt. Jákob, a messiás magva? Méltatlan, hiszen ő egy csaló. És Isten megpróbálja őt. Jákob szívéből megbánja csalását, és Isten Izraelnek, vagyis győzőnek nevezi őt. Majd Jákob 12 fia közül Isten Júdát látja alkalmasnak, hogy belőle származon a messiás. József, Jákob 12 fiának egyike, akit Irigy bátyai eladtak Egyiptomba, éhség idején népe megmentője lett, az eljövendő megmentőt jelképezve. Jákob családjával Egyiptomba költözött, ahol nemzetsége oly nagyon megnövekedett, hogy a fáraó hatalmát féltve rabszolgákká tette őket. De Isten nem felejtette el népét. Amint Kánaán nemzeteinek bűnössége elérte a tetőfokát, Isten kihívta őket Egyiptomból arra a földre, amelyet nékik ígért. Mózes vezette ki őket, aki, mint József, megmentőül szolgált népe számára. Kivonulásuk alatt Isten egyik csodát a másik után tette. Az egyiptomiakat sújtó 10 csapás, csodálatos átkelésük a Vörös-tengeren, Isten jelenléte a tűz és felhőoszlopban mind-mind hatalmáról és szeretetéről való bizonyság volt kiválasztott népének. Kietlen pusztaságon át vezetett útjuk a megígért föld felé,
Isten újra csodát művel, hogy szent parancsolataihoz visszavezesse népét, amit a 400 éves szolgasság alatt elfelejtettek. A pusztában mannával táplálta a népet. Manna hullott az égből 6 napon keresztül, de a 7. napon az Úrnak szent nyugalom napján nem hullott. Azonban az előtte levő napon, pénteken mindig dupla mennyiségű manna hullott, és a nép a csodák sokasága ellenére is mindig újra vonakodott hinni Isten vezetésében. A Sinai hegyen Isten, törvényének örök érvényességét jelképezve, elmúlhatatlan kőtáblákra vésve közölte népével akaratának alapelveit, amit szívükbe szeretett volna bevésni. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, megtartván az Úrnak parancsolatait. Félelmetes jelenségektől kísérve, füsttel, mennydörgéssel és földrengéssel nyilvánítottak Isten akaratát, úgyhogy a nép igen megrémült. Mózes bátorította őket. Ne rettegjetek, azért jött így az Úr, hogy mindezekre emlékezve ne vétkezzetek. Mózes által ceremoniális és nemzeti törvényeket is kaptak, amit szintén Isten nyilatkoztatott ki nekik. Isten terve az volt, hogy Izrael által felkészítse a világot a jövendő messiás fogadására. A nép hűsége hamarosan törés szenvedett. Egyiptomból hozott szokásaik oly erősek voltak, hogy a törvény kiadása után nem sokára aranyborjút öntöttek és azt imádták. Isten és Mózes haragját újra és újra kihívták magukra. Mózes felindult haragjában, összetörte a törvénytáblákat, de Isten nem változtatta meg követelményét, hanem parancsolatait újra belevéste 2 kőtáblába. Isten megbüntette a népet hűtlenségük miatt, és ez a hitetlen generáció 2 ember kivételével mind elpusztult a 40 évig tartó pusztai vándorlás alatt. Csak gyermekeik nyerték el az ígéretet. Szívükben azonban ők sem ápolták szeretetüket Isten iránt, s így belefáradtak abba, hogy Isten uralkodjék felettük. Azért királyt követeltek, mint a körülöttük élő többi nemzetek. Isten Saul után Dávidot adta nékik királyul, akinek kijelenti, hogy törzséből származik majd a Messiás. És Dávid Isten törvényéhez való ragaszkodása által a Messiás családjának méltó képviselőjévé vált. Azután Dávid fia, Salamon lett a király, aki csodálatos templomával, építményeivel és gazdagságával a nemzetet a dicsőség magaslatára emelte, de ugyanakkor a romlás mélységébe is taszította. Ebrahim feleségeket vett magának, akik által Izraelt ismét bálványimádásba vezette. Pogány feleségeinek isteneket készített, amelyeknek karjaiban csecsemőket áldoztak fel. Izrael és Júda elszakadt egymástól. Mindkettő hihetetlenül mélyre süllyedt a bálványimádásban és erkölcstelenségben, és Isten büntetése elkerülhetetlenné vált. Izrael Asszíria fogságába került, végül maga Jeruzsálem is elpusztult, és Júda törzse a templom összes kincseivel a babiloni király zsákmánya lett. Sátán arra törekedett, hogy a földi szentély elpusztítása által Isten megváltási tervének minden bizonyítékát eltörölje. A szentélyben folyó szertartások által szemléltette Isten megváltási tervének minden részletét. A bűnösnek egy ártatlan állatot kellett vinni a templomba, és kezét az állat fejére téve bevallotta bűnét és megölte az állatot. A papa vérrel a szentélybe ment, ahol egy néhány cseppet a szentély és a szentek szentje között lévő kárpitra hintett. Ez a kárpit jelképezte a bűn okozta válaszfalat az Isten és az ember között. A kárpit mögött a szentek szentjében állt a frigyláda, melyben a 2 törvénytábla helyezkedett el, tetején pedig a kegyelem trónja volt, és Isten dicsősége ragyogta be azt. Ide jött be egy évben egyszer a főpapa vérrel, ami Jézus Krisztus vérét jelképezte, hogy engesztelést szerezzen a nép összegyűlt bűneiért. Ezt a főpapi szolgálatot végzi ma Jézus Krisztus, te éretted és én érettem. Ez a templom elpusztult, de Isten csak nem hagyta el népét. Profétákat küldött, mint például Illés, hogy a népet visszahívja magához, hogy szeretettel szolgáljanak néki. Újból és újból csodát művelt szemeik láttára, hogy megismerjék végre a különbséget közte és a mit sem tudó bálványistenek között. Kiirtotta közülük a népet félrevezető papokat és hamis profétákat, bálványaikat lerontatta és templomaikat felgyújtatta. Izrael mégis egyre jobban elhajlott az Úrtól. És Isten büntetéseként Nabukodonozor babiloni király feldúlt a Jeruzsálemet, és Júda törzse fogságba esett. A királyi udvarba hozták azokat az ifjakat, akik Isten népének büszkeségei voltak. A király úgy gondolkozott, hogy ezeket az ifjakat kiképzi a saját országa vezetésére. De mivel ők az élő Isten akarata szerint éltek, így gyakran összeütközésbe kerültek a pogány király országának szokásaival.
nem hajtottak térdet Babilon isteneinek, s nézetüket nem tántorította meg a szigor, a kegyetlenség és az erőszak sem. Közülük való volt Dániel és társai, Sidrák, Misák és Abednégó, akiknek csodálatos megmaradása a tüzes kemencében Nabukodonozor király megtérését eredményezte. Dániel volt az, aki Nabukodonozor különös álmát megmagyarázta, a nagy állóképet, amiben Isten a birodalom további sorsát adta tudtul. Dánielnek is megvolt az a kiváltsága, hogy saját maga is láthatta a történelem további alakulását. Proféciai szimbólumokban, állatképekben még részletesebben szemlélhette a nagy világbirodalmak keletkezését és bukását, kezdve az akkor fennálló babiloni birodalomtól, Médó-Perzsia, Görögország és a római birodalmakon át, Isten elvezette őt az idők végezeteig. Megmutatta neki Nyugat-Európa nemzeteit is, akik támogatni fogják a pogány keresztény rendszert, mely hosszú időn keresztül zsarnoki hatalommal uralkodni fog. Dánielnek ezt a látomását a keresztények proféciai úti térképként használták, mert azon idő felé mutatott, amikor a királyok királya felállítja országát, amely mint egy kő szétzúzza az összes birodalmakat, ő maga pedig örökkön örökké megmarad. Később János apostolnak Isten hasonló látomásokat adott, bemutatva ugyanazokat a nagy hatalmakat. János apostol így ír róla. Láttaték más jel is az égben, és imé vala egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, és az ő fejében 10 korona. És áll a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye, és szüle fiú magzatot, és ragadtaték annak fia Istenhez, és az ő királyi székéhez. Isten fia, Jézus Krisztus volt az, aki a színterem megjelent, és felvette a harcot a kígyóval, hogy győzve győzzön. Mert a nagy sárkány ama régi kígyó volt, aki állarcba burkolva, magát leplezve az Édenben őszüleinket elcsábította, és aki a megtéretlen szívű emberek által arra törekedett, hogy az asszony magvát kiírtsa, hogy Isten fiát megölje, mihelyt megszületik. Valóban, a történelem sötét órája volt ez. Sátán elhitette az emberekkel, hogy Isten nem törődik velük. Isten népe római elnyomás alatt volt. Izrael lelki vezetői emberi törvények által nehéz teherré tették az Isten szolgálatot. E reménytelenségben jelent meg a reménység csillaga. Angyalok serege hirdette a béke és jó akarat üzenetét, amint a betlehemi jászol felett megjelölték Isten fia születésének helyét. Alig, hogy megszületett, élete már is veszélyben forgott. Így szólt a jövendőlés. És áll a sárkány a szülőasszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. És Sátán elkezdte munkáját. A trónjáért remegő Heródes Sátán eszközévé vált, aki Jézus életére tört. Megparancsolta katonáinak, hogy öljenek meg Betlehemben minden 2 éven aluli gyermeket. Így akart vélt vetélytársától egyszer is mindenkorra megszabadulni. Becstelen terve azonban nem sikerült, mert angyal intette meg Józsefet és menekülésre késztette, s még mielőtt Heródes poroszlói Betlehembe értek volna, ő már útban volt Egyiptom felé. És mi még mindig tűnődünk, hogyan tudott Isten fia egy maggá válni, és hogyan tudott a Szentlélek által e mag emberi termékeny sejttel egyesülni, és megszületni Isten fiának és ember fiának egyaránt. Azért ádjelt az Úr maga, imi a szűz fogam méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immanuelnek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Földi életének célja, hogy példát adjon, hogyan kell az embernek minden igazságot betölteni. Keresztelő János által megkeresztelkedett, aki így tett róla bizonyságot. Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Azután kijött a vízből, és az egek megnyilatkozának neki, és a Szentlélek galamb képében alászállt őre á, és egy égi szózat hangzott. Ez a maz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok! Jézus tanítói munkájára készült.
40 napig böjtölt, hogy a test kívánságait megzabolázza. A kísértő mindenütt nyomában, s néki ebben az állapotban kellett bemutatni Isten és ember előtt, hogy a leggyengébb embernek sincs joga, hogy bűnét gyengességével mentegesse. A leggyengébb ember is képes ellenállni a kísértőnek, ha a Szentlélek él benne. Az íge szavait, a saját szavait használja fegyverül, amiket ő adott prófétái szájába, és azzal győzi le ellenségét. Meg van írva. Hogyan tudta megtenni, hogy Istent lehozza az emberiséghez, és az embert felemelje újra Istenhez? Ez egy oly titok, mely az emberi értelmet felülmúlja. Ez a csodás szeretet lesz a megváltottak éneke a végtelen korokon át, mert ő megtette ezt, és a föld nem volt ugyanaz azóta. Jézus ismeretével és tanításával betelt a föld. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Isten meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Mindenkor örüljetek és örvendezetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Ti vagytok a világ világossága. Úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy naggyá és dicsőségessé tegyem, mert bizony mondom néktek, az ég és a föld elmúlik, de a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Bizony mondom néktek, ha valaki úgy nem fogadja az Isten országát, mint a gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, akik nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket és megcselekszi azokat, a bölcs emberhez hasonlítom azt. És ha valaki hallja, de nem cselekszi azt, a bolond emberhez hasonló az. Nem csak prédikált, feloldotta az embereket a bűnterhe alól. Nem kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél, mondta a bűnbeteg embernek. A lelkileg és testileg megkötözötteket egyaránt meggyógyította. Vakok szemeit megnyitotta, démonokat kiűzött, akik emberek testében lakoztak, poklosokat megtisztított, bénákat meggyógyított, és halottakat feltámasztott. Majd letérdelt és megmosta a tanítványok lábait, és mondta. Példát adtam néktek. A szolga nem nagyobb az ő uránál. Azért, ha én, a Mester és az Úr megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymásnak lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Szerette az emberek barátságát és vigasztalásra vágyott legnagyobb gyötrelme óráiban, amikor a világ sorsa mérlegen állt. Azután akaratát atya akaratának vetette alá, és magára vette az egész világ bűneit. Csendben állt a tömeg előtt, elítélve azok által, akiknek bűnéért nem sokkal később meghalt.
Szakállát marokkal tépték, tövis koronát nyomtak a fejére, köbdösték, szitták, gyalázták, kicsúfolták. Halálra ítélték az Istent, az Isten nevében. Gyűlölettel szólt nyelvük. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Vállára helyezték a nehéz keresztet, és felvezették a Golgotára, és ott kivégezték, mint gonosztevőt, az egyetlen Isten embert, aki soha nem vétkezett, aki a mindenséget teremtette, most szégyen teljes halállal halt meg azok keze által, akiket teremtett. Az egész világegyetem lélegzett folytva szemlélte Jézus haláltusáját, amelyet talán csak a költői nyelv képes érzékeltetni. A Golgotán a tragédia véget ért. Jézus meghalt. Isten szent fia ott függött. A könny és a vértől öntözött rideg keresztfán két lator között. Míg itt rengett a büszke gránit, lenne a templomban meghasadt a kárpit. Mély döbbenésre vált a nagy zsivaj, víz hangzott messze óriási zaj. Szolgák szaladtak, hol vagy Kajafás? Itt az ítélet, a feltámadás! Sírok megnyíltak, sok hantolt halott. Nézd, itt is, ott is, mind föltámadott. A százados kiörtált felriadt. Jehova, ő bizony a te fiad. Uram, te győztél. Most már én is látni kezdek. Szent szimbólum lesz ezután kereszted. Most már én is értem hívó szavad. Most már tudom, hogy Isten fia vagy. Ember, nézz rá, ő megbocsát, csak menj utána, ő mennybe visz. Most már tudom, hogy meghalt értem is. Az égi atya akarta így ezt, áldozat oltár volt a fakereszt, hol bűnünket mosta el szent vére, most álom borult kedves szemére. Másnak sírjában nyugodott meg szombatnapon az ember megváltásának munkájától ugyanúgy, mint a teremtés szombatján megnyugodott az ember teremtésének munkájától. A harmadik nap bíbor fényében megnyílnak az egek, sírok mozdulnak, szikla nyílik, Isten hatalma elhat a sírig, sűrű homályból világosság lesz, ó, nem káprázat, szent valóság ez, sötét üregben nincsen már halott, angyal hirdeti, az Isten fia föltámadott, föltámadott! Az egész világ hittel csodálja, tavaszi szelő esztorgonálja, halál, hol a te fullánkod éle, hol a győzelmet koporsó mélye? Eltörpül minden emberi igazság, mert a halálon diadalt arat, az élet, az út és az igazság. Minden bús szívben öröm fakadjon, énekzendüljön minden hű ajkon, magasba törő, újongó ének, győzött a Krisztus, győzött az élet. 40 nap után Jézus mennybe szállt azzal az ígérettel, hogy ismét visszatér, hogy az ő benne hívőket magával vigye. Dicsőség Istennek! Az embert megvásárolta, micsoda áron, de mi nagy remény! Mert amint Jézus feltámadott, ugyanúgy azok, akik belévetett hitben halnak meg, az örök élet reménységével szívükben feltámadnak. Jézus tanítványai a Szentlélekkel betöltetve hatalmas erővel hirdették a megfeszített és feltámadott Krisztust. A vágtató fehér ló, a Jézus alapította keresztény egyház, a tiszta evangélium és az egyház hamisítatlan tanainak hű szimbóluma. De sajnos nem sokkal később a kereszténység tiszta tanaiba pogány vallási filozófiák elegyedtek, és akik az igazsághoz állhatatosak akartak maradni, azokra a legszörnyűbb üldözés várt. Mert megharagulvék a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten egyházával, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél a Jézus Krisztus bizonyság tétele van. Isten hűséges követői hitükért a legnehezebb próbát állották ki, ami életüket követelte. Arénákban cirkuszi látványosságként vérebekkel, vadállatokkal tépették szét őket, mások megostoroztatások és megcsúfoltatások próbáját állották ki, bilincseket és börtönt is,
megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardélére hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorgatva és gyötörtetve, pusztákon és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban bújdosva. Istenben való rendíthetetlen hit adott erőt nékik, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a megalkuvást, a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. A harcteret a gonoszság erői foglalták el. A misztikus vallások formái és szertartásai, az okkult és pogány, a görög és római filozófia elegyedett a keresztény vallással, ami kegyetlen csalást eredményezett. A nap és a kereszt egyaránt az egyház szimbólumává lett. Az egyház lelki erői helyett politikai hatalomra támaszkodott, és ilyen erővel megkísérelte elpusztítani a Jézus tanításához hűséges maradékot, és a sötét középkorban majdnem teljesen eltörölte őket a földről. Ezeket a politikai és vallási hatalmakat, akik Isten hűségeseit kínozták és mágián égették el, János apostol furcsa fenevadként látta. Dániel prófétának is megmutatta Isten, hogy ez az Isten nevében fellépő, de Isten ellenes hatalom sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, sőt véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és látszólag meg is változtatta Isten törvényét. Eltörölte a parancsolatot, a faragott képek imádása ellen, majd a napisten napját, a vasárnapot tette a keresztények számára szent nyugalom nappá. És hogy a változtatások napvilágra ne kerüljenek, halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg a Szentírás olvasását. Több mint 50 millió keresztény esett áldozatul, falvak és városok néptelenedtek el, mert nem akartak elfordulni Jézus tanításától. Jézus szavai bátorították szerető gyermekeit. Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. A technikai időszaka kezdődött. A nyomda feltalálásával 1452-ben elsőként a Bibliát nyomtatták és sokszorosították, s amint az Isten igéje az emberek kezébe került, az elfelejtett igazságokra lassan fény derült. Mert az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Isten fiának világossága, tanítása, cselekedetei, megváltási terve ismét gyógyulást hozott a bűn sötét világába. Az örökkévaló evangélium újra előttünk állott, amikor a reformáció gyülekezetei kinyújtották kezüket megmentő igazságáért. Felismerték a cselekedetekből való megigazulás veszélyét, a pénzért árult bűnbocsánatok szennyes üzleti hátterét, és az elferdített és elfelejtett hitpontok kezdtek napvilágra kerülni. A reformáció nagy embereinek halála után azonban megint minden visszafordult, és a következő generáció már nem ismerte el, amit atyáik elértek. Azonban a Biblia tanulmányozóinak egy hűséges csoportja tovább haladta megindított reformáció útján. Komoly imában kutattak több világosság után a megváltó visszajövetelével kapcsolatban. Ekkor megértették a megváltási terv minden részletét, amit Isten a templomi szolgálat által nyilatkoztatott ki. A szertartás nem ért véget az áldozat halálával, hanem a főpap közben járói szolgálata következett. Jézus halálával és feltámadásával sem ért véget a megváltás műve, hanem áldozatának bemutatása után átvette a főpap szerepét is, és bevallott bűneink megbocsátásáért könyörög az atyához. A Szentírás ezt mondja róla. Mert nem kézzel csinált templomba ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk. Megértették azt is, hogy eljött az ő ítéletének órája, megvizsgálja Ádám óta az emberiségről szóló feljegyzéseket, és az embereket két csoportra választja. Az elveszendők és a megváltottak csoportjára. E jelenetet János apostol így látta. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. A megváltottakhoz tartoznak azok, akik Jézus golgotai áldozatát és bűntörlő vérét elfogadták, és jellemüket Krisztus jellemére átformálták. De elkövetett bűneik helyett Jézus saját bűntelen életét, jelképesen a bárány tiszta öltönyét betudja, és az élet könyvében nevüket megtartja. E kis csoportot Jézus így bátorítja. Ne félj, te kicsinnyáj, mert tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Isten gyermekeinek, Isten egyházának ismertetőjele nem létszáma, hanem a békességes tűrése, Jézus Krisztusban való rendíthetetlen hit, szeretet és parancsolatainak megtartása.
Széles az az út, amely a kárhozatra visz, és sokan vannak, akik azon járnak, viszont keskeny az az út, amely az örök életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ádám leszármazottainak hűségesei visszaállították az örökkévaló evangéliumot a Jelenések könyvében található három angyal üzenetének hirdetése által. Az első angyal ezt hirdeti. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet. A második angyal így kiált. Leomlott, leomlott Babilon! A nagy népszerű egyházak tévtanokat hirdetnek. Fussatok ki belőle, én népem! A harmadik angyal ezt üzeni. Az emberiség csak két nagy csoportot képez. Két hatalom jegyzi el magának. Isten pecsétjét helyezi azokra, akik megtartják parancsolatait és a Jézus hitét. De a fenevad bélyegét veszik fel magukra azok, akik egyetértenek a bukott egyházak részegítő tévtanaival. A harmadik angyal végső döntés elé állítja az emberiséget, vagy Isten mellett, vagy Sátán mellett. Noha Laodícia az utolsó igaz egyház a Jézus által hirdetett, de a sötét középkorban eltiport igazságokat helyreállította, mégis langy meleggé vált, és elszunnyadt. Ez alatt Sátán munkája nőtt, spiritista szeánszok, hipnotikus és mágikus gyógyítások egyre több embert vontak csapdájukba. Az ateizmus és az evolúció tana is egyre jobban elterjedt. A bukott egyházakban pedig a tévtanok tetőfokra jutottak. A Biblia mesekönyvé vált, és Isten törvénye helyett teológusok okoskodásai, merész kijelentései jelentek meg, mint például az Isten halott. A horoszkópokban, csillagképekben való bizalom modern korunk kereszténységének soraiban ma sokkal nagyobb, mint az Isten igéjében lévő világos kinyilatkozhatásokban. És mint mindig, amikor az emberek idegen istenekhez fordultak, háború háborút követett. Politikai romlottság, pénzügyi válság és fékezhetetlen bűnözések tették bizonytalanná az emberek életét a földön. Isten egyháza ébredni kezd, hogy a Jézus eljövetelére előkészítő munkát befejezhesse. Ez alatt éjség pusztít, és természeti katasztrófák szítják a nemzetek türelmetlenségét. Föld alatti mozgalmak törnek ki, és a gonoszság a tetőfokára hág. A bukott angyalok erői által az egyházak egyesülnek, hogy megoldják a krízist. Felhívják a kormányt, hogy vezessen be vallásos törvényeket, hogy a népet visszavezessék Istenhez. Azonban ezek a törvények ellenkeznek majd Isten törvényével. Isten igaz, tiszta és békességes népe úgy lesz megbélyegezve, mint törvényrontók, felforgatók, és azzal vádolják őket, hogy miattuk zúdul Isten ítélete a földre. Kegyetlen törvényeket rendelnek el ellenük. De amint Isten népének jelleme a próbák tüzében megtisztul, a Szentlélek a legnagyobb mértékben töltetik ki, és a földet az Isten dicsősége világítja meg. Isten küldöttei Isten igéjével kezükben sietnek egyik otthonból a másikba, hogy Isten szeretetének utolsó ultimátumát e pusztulás előtt álló világnak elvigyék. És lészen az utolsó időben az Úrházának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és népek közönlenek reá. Milliók fogadják el Jézus közeli visszajöveteléről szóló hatalmas üzenetet. Isten elpecsételi szerető gyermekeit az örök életre, mindazokat, akikben visszatükröződik az ő jelleme. Mindazokat, akik életük kockáztatásával is mindvégig hűen megmaradnak Isten parancsolatai mellett, és az ő szent nyugalom napja a szombat mellett, ami az Isten hatnapos teremtésének bizonyítéka. Isten egy jelt állított közötte is az ő népe között mondván: és az én szombataim legyenek jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Isten üzenetének és parancsainak elvetői, akik a könnyű és a népszerű utat választják, a vasárnap megünneplésének megszigorítása által a fenevad bélyegét veszik fel. A gonoszok határozatot hoznak, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Sátán elkeseredett küzdelmet vív az emberekért. A hazugság atya minden ravasságát latba veti, és Krisztust utánozva hirtelen megjelenik. Hívja az embereket, hogy mögötte egyesüljenek. Kiáltás hallatszik. Krisztus eljött! Krisztus itt van! Meggyógyítja a betegeket, vigasztaló szavakat szól, és meggyőzi az embereket, hogy a többségnek van igaza. A törvény meg lett változtatva. Minden esetet eldöntöttek. A kegyelmi idő lejárt. Jézus a mennyei szenthely közben járója félreteszi tömjénezőjét,
leveti főpapi ruháját, és felölti királyi palástját, és készül vissza a földre, hogy hűséges népét megszabadítsa. Elhangzott az utolsó figyelmeztetés is. A kegyelem édes lágy hangja többé nem hívja őket. Eléjük tárták az életet és a halált. Nem választották az életet, és most már többé nincs engesztelő vér, hogy megtisztítsa a bűnösöket. A kegyelem végképpen elmúlt. Elvetették Krisztust, megutálták szentjeit. Ekkor Jézus a szentek szentjéből kilép, és elhangzik döntő szava. Aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ekkor a földet elárasztják a csapások. Gyógyíthatatlan ártalmas fekélyek támadnak, de az emberek nem térnek meg, hanem az Istent káromolják. A vizek forrása és a tavak és a tenger vérré változnak. Az angyal azt mondja. Igaz vagy, Uram, hogy ezeket ítéled, mivel hogy szentek és proféták vérét ontották, vért adál nekik inni. Azután a nap tikkasztja az embereket hőséggel, de mindazáltal nem térének meg, hanem káromolták őt. Az emberek ekkor keserű szemrehányással egymás ellen fordulnak. Te tartottál vissza az igazság elfogadásától, majd elkeseredett gyűlölettel fordulnak papjaik ellen, és dühükben szétszaggatják őket. Ti nem figyelmeztettetek bennünket, azt hirdettétek, hogy az egész világnak meg kell térnie, és így kiáltottatok, béke, béke, hogy eloszlassátok félelmünket, azokat pedig, akik figyelmeztettek minket, vakbuzgó, rajongó, fanatikus embereknek bélyegeztétek, akik félre akarnak vezetni bennünket. Isten ezt az órát a mi tanulságunkra már előre megjövendölte. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre. Nem kenyér után való éhséget, és nem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig, napnyugattól fogva napkeletig, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. A föld remeg az ítéletek alatt. Gátak szétszakadoznak, hegyek remegnek, tüzek törnek ki. Úgy látszik, hogy minden elszabadul, úgy tűnik, hogy a világ teljesen elpusztul. Sátán ravaszul sürgeti, hogy az ellenálló kis csoportot el kell pusztítani, ha az ítéletet meg akarják állítani. Kétségbeesésükben a kormányok beleegyeznek és aláírják a halálbüntetést. Isten népe a hegyekbe menekül, ahol Isten védi és táplálja őket. Az egész világ egy összecsapásra, egy utolsó háborúra, az Armagedonra gyűlik össze, amint a gonosz lelkek, a sötétség hatalmai a nemzeteket haragra szítják. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék őket az Isten ama nagy napjának viadalára. Közeledik a pillanat, halálólálkodik a földön, s azután hirtelen megtörténik. A föld erősen megrázkódik, a büszke városok leomlanak, tüzek törnek ki mindenfelé. A természet rendje felborul, a folyók kilépnek medrükből. Isten szava, mint mennydörgés hangja zúg a földön át. A hegyek is inognak, mint a nátszál, megrendül a föld és inog, mint a kaiba. Sűrű, sötét felhők tornyosulnak, hatalmas hegycsúcsok és sziklák nagy robajjal a völgybe zuhannak. Minden sziget elmozdul helyéből. Az ég megnyílik, és a dicsőségnek egy fényes sugara tűnik elő. A fenységnek és felülmúlhatatlan dicsőségnek élő felhője mindig közelebb jön. Míg a gonoszok kétségbe esetten szemlélik a jelenetet, a szentek szabadulásuk ünnepélyes pillanatát örömmel üdvözlik. Arcukat beragyogja Isten dicsősége. A szentek előrohannak búvóhelyeikről, a halottak föltámadnak. Most már felismerik Jézus kedves személyét. Nem tövis korona, hanem a dicsőségnek koronája ragyog homlokán. Jézus jön! Végre jön! Valóban jön Jézus a szent angyalok kíséretében. Ó, igen! Már jön is! Ó, áld az Istent! Ruháján és homlokán ott áll neve. Királyoknak királya és uraknak ura. Ímé Istenünk, akit mi vártunk. Elérkezett az átváltozás pillanata. Halleluja! Halleluja! Isten egyháza, Isten igazsága, Isten népe Krisztusban végre diadalmaskodik. Jön az én Istenem,
és mind a szent angyalok vele. Megígérte, hogy engem is magával visz a mennybe. Ó, jön az én Istenem, már látom is őt. Végre beteljesedett. És ő értem jön el.